Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora, június 1 szerdán. Egy hete kapott lángra a lomb az orosi szeméttelepen. A tűzről és a helyreállításról is szó esik a mai műsorban, nézzük a kínálatot. Segítség a bajban, még mindig dolgozik a határon a megyei vörös kereszt. Államtitkári vizit, bereg járt Soltész Miklós. Tűz a hulladék lerakóban, öngyulladás okozta a tüzet oroson. Az orosz-ukrán háború kitörése, azaz február 24-e óta segíti a menekülteket a határon a Magyar Vörös Kereszt megyei szervezete. Teszi ezt úgy, hogy közben egyéb feladatait sem hanyagolja el. Vendégem a szervezet megyei elnöke, Gurály Edina. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm a nézőket, köszönöm a meghívást. Február vége óta gyakorlatilag folyamatosan ott vannak a határon, ugye önök lónyán ö, kezdték a munkát, pontosan most hol tartanak, milyen jellegű problémákat kell megoldani, ö, milyen helyzet most a határon. Hát ahogy mentünk előre az időben, úgy árnyalódtak a feladataink is, egészen sok helyen kellett helytálnunk, tehát többféle feladatban is, amit a menekült válság generált. Az egyik az ugye Lúnyán, kumulálódott, és a segítségpontot ott együtt látjuk el, a segítségponton a menekültek ellátását a helyi önkormányzattal, nagyon jó az együttműködésünk, illetve a kormányhivatal járási képviselőivel, tehát ott már egy nagyon, nagyon jól kiforrott, nagyon jó ütemben működő munka zajlik, ez kiegészült március közepén a Csengersimai határátkelőnél is úgy tapasztaltuk, illetve kaptunk jelzést arról, hogy nagyon nagy torlódás alakul ki a határátkelőn, úgyhogy ott is a segítségponthoz hasonló tranzit ellátást biztosítunk. Ott egy kicsivel másabb, hiszen nincsen kialakítva egy ilyen melegedőtér a a menekültek részére, mint ahogyan lónyán van. Ugye lónyán, hogyha valaki nem tud tovább menni, akkor lehetősége van arra, hogy, hogy ott aludjon, egy picit megpihenjen, és onnan menjen tovább, onnan folytassa az útját. Ugye ez fontos tudnunk, hogy lónyára már olyan emberek érkeznek, akiknek tulajdonképpen van hová tovább menniük, vagy pedig ugye menedéket kérnek, és majd onnan mennek. A, a különböző befogadó helyekre. Csengersimánál pedig Románián keresztül érkeznek a, a menekültek, ott is egy picit alább a, az áradat, kevesebb ellátottal kell foglalkoznunk, de még mindig nem tudtunk úgy dönteni, hogy hogy nincs szükség a feladatok ellátására, hiszen amikor van egy-egy pár nap, amikor viszonylag kevesebb menekült jön át a határátkelő helyen, akkor a következő nap Rátszávfal is megint egy 100-150 ellátottal kell foglalkoznunk. Mindkét helyen úti csomagot tudunk biztosítani, a babáknak pelenkát, különböző életkornak megfelelő tápszert, kávét, teát tudunk készíteni, dobozos melegételt tudunk adni a menekültek részére, tehát fel tudjuk őket egy picit, egy kis pihenést tudunk nekik biztosítani, és akkor úgy tovább engedni őket az úton. Tehát mind a kettő egy ilyen pihenőhely. Emellett bekapcsolódtunk a befogadó helyeknek az ellátásába, fölvettük a kapcsolatot azokkal az önkormányzatokkal, ahol a megyében befogadó helyek működnek, és az adományaink függvényében, illetve az ott jelentkező szükségletek, reagálva ö, tudunk számukra ö, biztosítani élelmiszert, tisztálkodó és tisztító szereket, hogy ö, egy picit megsegítsük, megtámogassuk az ő munkájukat is. Mire van szükség most a határon elsősorban? Adományra vagy dolgos kézre inkább? Most inkább azt mondanám, hogy dolgos kézre van szükség, hiszen ö, Túl vagyunk egy három hónapos időszakon, ilyenkor a, egyrészt a munkatársak is elfáradnak a feladatban, másrészt az önkénteseknek a lelkesedése is egy picit alább szokott hagyni, és ez most már érezhető, tapasztalható. A kezdetektől fogva még annyi változott, hogy mindkét helyen a, a 24 órás ellátás már nem indokolt, a menekültek jó része napközben lépi át a határt, ezért már mi sem 24 órában vagyunk le, tehát ez az önkénteseknek is egy könnyebbséget jelent, hogy egy nappali ellátást ö, tudunk biztosítani. Egyébként lónyán főállású munkatársak ö, viszik el a műszakot, ö, Csenger Simán pedig ö, szintén a főállású munkatársak, illetve önkénteseket várunk erre a pontra, hogyha még van valakiben lelkesedés, jön a nyári szünet, és szívesen kapcsolódna be ebbe a fajta feladatellátásba, akkor, akkor szeretettel várjuk, mert szükség van. Hogyan lehet jelentkezni? Ezt a szabolcs már Bereg megyei a, akár a Facebook oldalán, akár az e-mail címünkön, ami szabolcs már Bereg megye kukacvöröskereszt.hu, a honlapunkon is megtalálják ezt az elérhetőséget, és várunk mindenkit szeretettel, aki hívást érez erre a fajta feladatra. Ahogy említettem a felkonferálásban is, amellett, hogy segítenek a menekülteknek, amellett csinálják azt, amit egyébként is szoktak csinálni, például a véradás szervezést, ebben most hogyan állunk, szokták mondani, hogy nyáron fokozottan van szükség a vérre, mert ilyenkor kevesebb a véradó. Így van, ilyenkor a rendszeres véradók is rendszeres szabadságukat töltik, illetve a vidéki területeken a mezőgazdasági munkák szokták megadni a víradásnak az ütemét, tehát akkor, amikor nagy ültetések, kerti munkálatok, betakarítások vannak, akkor azért látjuk a véradások, a véradók számában egyfajta visszaesést, úgyhogy a nyár az ilyen szempontból teszi nehezen szervezhetővé a véradásokat, hogy a rendszeres véradóink is sokszor elmaradnak, utána persze jönnek majd ők véradásra, tehát úgymond bepótolják azt, viszont ugye a vér az egy folyamatosan, az egy olyan szervünk, amit a, a kórházi ellátás folyamatossá tételéhez folyamatosan kell biztosítani, hiszen az eltarthatóság korlátozott. Tehát soha nem az a jó, ha egyszerre nagy tömeg megy vért adni, hanem nekünk arról kell gondoskodni, hogy ez egy folyamatosan ellátott feladat adatunk legyen, tehát folyamatosan tudjuk biztosítani azt a, azt a vérmennyiséget, ami a gyógyításhoz szükséges. Nyáron ebben ez lesz a kihívás, illetve az, hogy az iskolákban sem tudunk véradást szervezni. A szabadságolások miatt ilyenkor a a munkáltatók, a cégek, akik egyébként jó partnereink szoktak lenni a véradásban, nem erre az időszakra szervezik a véradó alkalmakat, és ezeket, a, ezeket az ütemeket kell nekünk tudni meglépni, megugrani, ahhoz, hogy ezt a folytonosságot biztosítsuk. Úgyhogy aki még soha nem járt véradáson, itt van a nyár van szabad idő, akkor el lehet menni, és ki lehet próbálni, hiszen ez egy nagyon szép, nagyon nemes gesztus embertársaink felé, hogy a vérünkkel segítünk a gyógyulásukban. Közösségi oldalakon lehet olvasni, hogy valaki hozzátartozó, nagyon beteg vére van szükség, és akkor segítsetek. Hogy megy ez pontosan? Tehát lehet célzottan is, vagy ilyenkor az van, hogy nyilván egy embernek, egy betegnek egyfajta típusú vérre van szüksége, nem lehet ne bárki, hogy adjon neki, hanem akkor a, a vérkészletet kell feltölteni. Hogy, hogy megy ez pontosan? Hát az irányított véradásnál ott valóban úgymond a betegágyhoz szervezik a hozzátartozók a, a vért. Ilyenkor azért erről tudni kell, hogy elsősorban csoportazonos vére van szükség, és egy-egy beteg számára sem biztos, hogy 30 egység vére, tehát nem biztos, hogy 30 véradóra van szükség. Például egy hosszan elnyúló betegségnél itt is a folyamatosságot kell megőrizni, a egy vérigényes műtétnél pedig azt az egység kellene biztosítani, ami akkor éppen az adott műtét elvégzéséhez, vagy esetleg, hogyha ott vérszegény állapotba kerül a beteg, akkor a későbbi pótlást meg lehessen belőle oldani. Nagyon sokszor ezek az irányított véradások hívják föl, a laikusok figyelmét, és a laikus alatt azt értem, hogy aki még soha nem volt véradáson, vagy óckodott tőle, nyilván egy közeli hozzátartozó, egy szeretett személy, vagy egy jó ismerős számára, Szívesen benne ad vért, hiszen akkor akkor közvetlenül segít, és akkor mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy az, akik, a, akinek a gyógyításához vére van szüksége, annak ez ne legyen akadály, ő ezt meg tudja tenni. Én mindig abban bízom, hogy azok, akik ilyenkor egyszer véradók, utána rendszeres véradók lesznek, hiszen átérzik ennek a problémának a fontosságát, hogy a vér az csak vérrel pótolható, csoportazonos vére van szükség a gyógyításhoz, és minél többen lesznek rendszeresen visszatérő vendégeink a véradásokon. Tavalyi évben beszámoltunk arról, hogy ilyenkor nyári időszakban a Balaton partján is dolgoztak, és különböző tanfolyamokat szerveztek. A vízimentéssel kapcsolatban emlékeim szerint idén lesz valami hasonló? Természetesen ezt ki se hagynánk, hiszen a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálat nagyon nagy múltra tekint vissza. Az idén is a Balaton, is, a Balaton északi és déli partján egyaránt 10-15 strandon, most nem tudom a pontos számot, hogy az idén hány településen leszünk jelen, de hogy tíznél több az biztos, úgyhogy ennek a folyamatosságát az ifjúsági Vöröskereszt szervezi, közvetlenül megvan a, a besz a befogadó oldala, ahova a Szabolcs megyei önkéntesek is nagyon ügyesen önként, ön, önállóan szoktak jelentkezni. Ebben azt tartjuk szem előtt, hogy régebben turnusokban gondolkodtunk, tehát hogy az ötödik turnust a Szabolcs megye fogja elvinni, viszont ez nagyon megköti a fiatalok kezét, hiszen nekik is nagyon sokféle elfoglaltságuk van, így minden fiatal el, el tudja dönteni, hogy melyik turnus az, amelyik számára leginkább a, a nyári programba beilleszthet, és mind a mellett, hogy ez egy egyfelől egy nagyon jó közösségépítő tevékenység, és nagyon sok barátság szövődik ezeken az alkalmakon, hiszen a, a, az ország minden tájáról gyűlnek össze az első segényújtásban járatos önkénteseink, amellett azért egy nagyon komoly munkát jelent, hiszen ezen a strandon ők azok, akik az elsődleges sérüléseket ellátják, szinte nem múlik el úgy nyár, hogy újraélesztésre ne kerüljön sor. Még egy témát így a beszélgetésünk végére. Szeretném megköszönni az a megtiszteltetés érte a Kölcsei Televíziót, hogy a Magyar Vörös Kereszt megyei szervezete az év média támogatójának elismerését adta át. Mivel érdemeltük ki ezt a elismert címet? <laughs> hát annak a partnerje együttműködésnek köszönhető ez, aminek kapcsán én most itt vagyok és azt gondolom, hogy a Szabolcs megyei Vöröskereszt az nagyon, nagyon áldott állapotban van, abból a szempontból, ahogyan bennünket a, a, helyi, a megyei média körbevesz, hiszen nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki egymással az elmúlt évek során. E, igazándiból nincs olyan eseményünk, nincs olyan hírünk, amit, amit ne osztana meg a, a helyi sajtó, és ez számunkra nagyon nagy dolgot jelent, hiszen a megye minden pontján tudnak így arról, hogy mi történik a Szabolcs megyei Vöröskeresztben, a Kapocs, ami aminek apropóján ezt átettük, átadtuk, ez a Vörös kereszt világnapja, illetve a Magyar kereszt megalakulásának a születésnapja alkalmából öt tartott ünnepség volt ez. Ez egy olyan alkalom, a világnapi ünnepségünk, amit országos szinten is megrendezünk, illetve megyei szinten is. A megyei az egy picit még várat magára, hiszen ez egy május eleji esemény, hiszen készülőben van már a nyomdába került az a könyv, ami Szabolcs megye önkéntesség, vöröskeresztes önkéntességének a történetét dolgozza föl, és szeretnénk a megyei ünnepséget ezzel a könyvemutatóval összekötni, és egy ilyen nagyon szép emlékezetes alkalommal tenni mindkettőt. Ezen az alkalmon szoktuk megköszönni azoknak az önkénteseknek a munkáját, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy mi hivatásos dolgozók jól végezhessük a munkánkat, hogy akkor, amikor munkaerőhiányunk van, önkéntesre van szükségünk, akár csak egy-egy telefonra, vagy egy-egy kapcsolatra, bármire, ami, ami a mi munkánkat előlendíti, ez a hatalmas önkéntes tábor az, ami, ami, megsegít bennünket, mi pedig a világnapi ünnepségen ismerjük el ezt a, ezt a, fajta munkát, és köszönjük meg az önkénteseknek és a támogatóknak, hogy vannak, és hogy a vörös keresztet választják annak a szervezetnek, akinek a támogatást nyújtják. Na, majd a ott leszünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Továbbra is fogadják a megye öt segítőpontján a háború elő menekülteket, de ahol lehet, már csökkentett üzemmódban, erről beszélt Soltész Miklós államtitkár Berek sorányban. A politikus üdörtöki látogatása során a határmenti települések polgármestereivel és Tilki Attila országgyűlési képviselővel egyeztetett a közeljövő feladatairól. Soltész Miklós hangsúlyozta, Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvert a háborúba. Záhonyban, Lónyán, Barabáson, Bereg-surányban és Tiszabecsen segíti ki már három hónapja az orosz-ukrán háború elől menekülőket. Az első hetek hatalmas mértékű menekült áramlása után Bereksurány vált a központi helyszínévé a segítségadásnak. Itt egyeztettek csütörtökön a határmenti települések polgármesterei Tilki Attilával, a térség országgyűlési képviselőjével, és Soltész Miklós egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkárral. A mai megbeszélésünkön a határátkelő helyek polgármesterei, illetve a regisztrációs pontként működő települések polgármesterei, valamint a nagy központi raktár aranyosapáti polgármestere volt jelen. Átbeszéltük a Utóbbi két-három hétben történteket, a polgármesterek értékelték, illetve véleményt a kormány segítségéről, és arról is beszélgettünk, hogy a későbbiekben a felmerülő problémákat, gondokat esetlegesen hogyan tudjuk közösen együttműködve egymással megoldani. Magyarország az elmúlt három hónapban több mint 40 milliárd forintot fordított a háború kárvallottjainak megsegítésére. Erről másolt és Miklós államtitkár beszélt Beregsurányban. A politikus hangsúlyozta, a segítségpontok továbbra is megmaradnak, de kisebb kapacitással, mivel az elmúlt hetekben meredeken csökken a menekültek száma. Beregsurány, Barabás, Záhony, Lónya és Tiszabet továbbra is azokban a megszokott időpontokban fognak működni amelyeket most már határon átérkező menekültek, vagy megszoktak, vagy tapasztaltak, és amelyek kiemelten segítettek az elmúlt három hónapban. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani térség polgármesterének, köszönetet mondani Télki Attilának, és természetesen szeretnék Köszönetet mondani mind rendvédelmi szervezetek, mind a kormányhivatalok és minden egyes karitatív szervezetnek és egyéb segítőnek, akik ezt a három hónapos munkát elvégezték. Abhol kell és lehet, ott ö, csökkentett üzemmódban fognak működni a segítségpontokon a munkatársak, illetve a, a szervezetek, de föntartjuk, mert nem tudjuk a háború menetét. Nem tudjuk, hiszen a nagyhatalmak, felől nem túl jó hírek érkeznek a háború végeztével kapcsolatban, ezért nem akarjuk azt, hogy bármikor, amikor nagyobb menekült hullám érheti el esetleg újra Magyarországot, akkor újra kelljen kapkodni. Föntartjuk ezt a rendszert, de ahol lehet és ahol szükséges, ott természetesen kevesebb munkatársal és kevesebb segítővel. Eddig 724 ezer menekült érkezett Magyarországra, Különböző módon segítettünk nekik, ha más nem, azon keresztül, hogy Magyarországon sokkal olcsóbb az üzemanyag, mint mondjuk a szomszédos országokban, így könnyebben eljutnak akár Csehországba, Lengyelországba, Nyugat-Európa egyes országai, vagy Dél-Európába, hogyha tovább mennek. De Magyarországon eddig 22.600 menedékes kérelmet nyújtottak be, és ideblenes tartózkodási Igazolás 120 ezeret adtak ki a hatóságok. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert azzal is vádolnak érthetetlen módon minket, hogy nem maradnak itt a menekültek. Aki nem marad itt, az több okból. Egyrészt a nyelvi nehézségek, másrészt a rokonság, ismerősök már korábban nyugatra érkeztek, és őket látogatták meg, vagy odamentek tovább. De azt is látjuk és tapasztaljuk nap, mint nap, ezt a polgármester urak is megerősítették, hogy most már nagyságrendileg ugyanannyian érkeznek, Arányában, mint amennyien visszamennek Ukrajna irányába. Tehát hogy elindult egy visszaáramlás is. Mindenképp fontos szám az is, hogy a magyar államban sutak 410 ezer szolidaritási jegyet adott eddig ki. Szeretném látni azt a nyugat-európai országot, amely számorányához képest ugyanilyen mértékben segíti az ukrán menekülteket, az ukrán ukrajnában bajba jutott embereket, és ilyen tisztelettel fogadja <hül> őket, hogy akár magyarországi utazásukon belül, akár pedig, hogyha Magyarországot el akarják hagyni, ilyen módon segítjük. És mindenképp fontos az is, hogy határon túlra, azaz Kárpátaljára, sőt Kárpátakon túlra, tehát belső és kelet-ukrajnába, dél-kelet-ukrajnába az elmúlt három hónapban több mint 1900 tonna élelmiszer segítség érkezett magyar részről, és küldtünk át a határokon, ezen felül van azoknak az orvosi eszközöknek a száma, amelyeket nyilván tonnában nem lehet mérni, meg értelmetlen is lenne. Az államtitkár hangsúlyozta, Magyarország továbbra is a béke oldalán áll, és nem szeretne sem becsatlakozni, sem belekeveredni a háborúba. Éppen ezért sem fegyvert, sem katonát nem küld az állam, mint ahogyan azt is elutasítja, hogy bármely más ország közvetítője legyen bármilyen szállítással kapcsolatban óriási nagy a pusztítása a háborúnak, éppen ezért mi Magyarországot békeszigetének meg akarjuk őrizni. Ellenben minden segítséget továbbra is meg akarunk adni az ukrán nemzetnek, az ukrán embereknek és azoknak a meggyötört és nagyon szomorú élethelyzetbe került családoknak, akiket háború pusztításai akár Magyarországra üldöztek, akár pedig Ukrajnában kellett, vagy Ukrajnában maradtak. Így Kiev megyében iskola és óvoda építésében fogunk részt venni, így mobil konténereket fogunk Ukrajna nyugati felébe, leginkább adott esetben Kárpátaljára küldeni, hogy a belső menekülteknek az elszállásolása kultúráltabb körülmények között oldódjon meg Magyarországon. Ezer fő diáknak biztosítunk ösztöndíjat, ukrán diáknak, itt nem kárpátai magyarokról beszélünk, hanem ukrán diákoknak. És ugyanilyen fontos, amit eddig is megtettünk az elmúlt közel egy évtizedben, de most eh, sajnos nagyobb mértékben kell megtenni, sebesült ukrán katonák magyarországi gyógyítását is elősegítjük, illetve ami hasonló ehhez, ukrán gyermekeknek, ukrajnai gyermekeknek a magyarországi gyógyításában is, egészségügyi ellátásában is részt veszünk. Soltész Miklós kiemelte, a veszélyhelyzet nem jelent egyet a háború szükségállapottal. A kormánynak ugyanakkor ebben a helyzetben minden változásra gyors és pontos reakciót kell adnia a biztonság fenntartása érdekében. Aki vissza tud emlékezni arra, hogy amikor a COVID-járvány volt, milyen gyorsan tudtunk reagálni egyes lépésekre, és ezzel tulajdonképpen a magyar gazdaság, a magyar védekezés a COVID-járvány alatt sokkal hatékonyabb volt, és sokkal hamarabb ki tudtunk jönni a gazdasági válságból. Ugyanez fontos most ebben a háborús időszakban is. De fontos azért is, mert Magyarországon sok-sok ukrán menekült van, és azok a gyors jogszabályváltozások, amelyeket meg tudunk így tenni, az ő életüket, az ő itteni tartózkodásokat is nagymértékben segíti, hiszen legyen az egészségügyi terület, legyen az oktatási terület, legyen az a munkaterülete, nagyon fontos jogszabályokat kellett pillanat alatt megváltoztatni ahhoz, hogy az ő mindennapi életüket azt a meggyötört és nehéz élethelyzetet, amiben benne vannak, abban segítséget nyújtsunk. Múlt héten adtunk hírt arról, hogy tűz pusztított az orvosi hulladékdepóban. Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a helyszínre, de még másnap is füstölt a zöld hulladék. Mi történt? Vendégem Éberhard Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Kicsit megijedtünk, mert az első fotók, videók, amelyek a közösségi oldalakon láthatóak voltak, egy nagy, hatalmas fekete füstről tanúskodtak. Mi történt pontosan, és uh, mik voltak a körülmények kedden délután? Igen, igen. Jó estét kívánok! Köszönöm először is a lehetőséget, hogy eljöhettem és elmondhatom, hogy valójában mi történt és hogy történt. Tehát első kézből hiteles információval. Kicsit próbálok. meg volt habosítva ez a történet? Szóra, nem azt mondom, hogy habosítva, inkább több félre értelmezett dolog volt benne. Először is, hogy hol történt a tűz. Ugye a orosi hulladékkezelő létesítményünkben ott van szelektív válogatás, van vegyes hulladékkezelés, van vegyes hulladék lerakás, és van zöld hulladék kezelős, kezelés. Ez a tűzeset a vegyes hulladék kezelőnél e, történt, mégpedig a hétvége során, ugye keddi napon volt ez a tűz, a hétvégén e, nyiregyházán több címen tartottunk házhoz menő lomtalanítást, és az így begyűjtött lomhulladék volt az, e, ami meggyulladt. Ugye azóta már a tűzoltók is vizsgálták, kollégáinkkal a ipari kamerák felvételeit elővettük. E, Egyértelműen öngyulladás történt, tehát egy órával a tűzeset előtt senki nem járt az adott hulladékhalmaz közelébe. Egyszer csak egy vékony füstcsík jelent meg, majd 5 percen belül olyan mértékű tűz keletkezett rajta, hogy már közelébe nem lehetett menni oltóval vagy hasonlóval. És kollégák ilyenkor, sajnos azt mondom, bevett protokoll szerint, hogy egyből hívják a tűzoltóságot, és akkor a továbbiakban ők, illetve az ő javaslataik vagy parancsaik alapján a mi kollégánk is igyekeznek részt venni a tűz megfékezésében. Az most jó vagy rossz, hogy nem volt kollega éppen akkor, tehát ez munkaidőn kívül történt? A szomszédos területen, tehát a szelektív válogatóban voltak kollégák, talán annyival jobb lett volna, hogyha munkaidőbe történik, hogy hamarabb be tudnak avatkozni. Tehát volt már rá eset, nem egyszer, hogy amikor látták, hogy füstöl az adott hulladék halmaz, akkor porraloltóval, vagy éppen gépekkel, úgymond saját hatáskörbe pillanatok alatt sikerült a tüzet eloltani, de ez az öt perc, ez éppen elég volt ahhoz, hogy mi már úgymond ne tudjunk kellő mértékben labdába rúlni. Valami káros anyag került esetleg a levegőbe? tekintve hogy a lontanítási hulladékba gyakorlatilag minden lehet és akkor eh, ahogy a, a tűz utáni maradványokat láttuk autógumitól kezdve eh, ágymatracok, hűtőgép alkatrészek, tehát minden minden ami egy tár eh, egy háztartásból lomtanítás is után kikerülhet, minden bizonnyal került ö, olyan anyag a levegőbe, ugye égésről beszélünk. A tűzoltónak a, a tűzoltó katasztrófa védelemnek a mérőkocsia kim volt, az ő mérésük szerint egészségre általános koncentrációt nem ért el ö, a a szennyező anyagtartalom. Ugye abban az időbe a szél, az áramlás az napkor irányába ö, vitte a, a füstöt, illetve tekintve, hogy nagy lánggal, ugye nagy hővel éget rögtön magasabb ö, légrétegekbe szállt fel ez a szennyezőanyag. Kollégáim másnap is voltak a helyszínen, még füstölt. Ö, Igen, ez a, rész. ez a hulladék sajnos ö, ilyen, hogy ö, átizzik gyakorlatilag a teljes hulladék kupac, ugye és a tűzoltók is úgy tudták ezt ö, eloltani, hogy először a felszintoltották el, majd utána a hulladék rakodó gépeink, tehát homlokrakodók kanalanként szedték ki ebből a parázsló füstölgő kupacból a hulladékot, és minden egyes kanalat úgy vízzel oltottak el a tűzoltók. Tehát csak úgy sikerült kanáról kanára megfékezni a tüzet. Mekkora a kár? A kár az szerencsére nem túl jelentős. Ugye egyértelmű, hogy ember életbe, egészségbe nem került kár. Ami kárunk történt, ez egy beton felület, ott a betonnak a felülete sérült, illetve néhány ilyen légfúvó ventilátorunk az sajnos leégett. Egyelőre azt becsüljük, azt becsüljük, hogy olyan 5-10 millió forint körül lehetett akár. Biztosítás ilyenkor? Ez egy sajnos egy elég rázós dolog. Jelenleg Magyarországon a biztosítók hulladékkezelő létesítményekre, illetve a hulladékkal 150 méter távolságban lévő semmilyen létesítményre nem hajlandó biztosítást kötni. Tehát még egyszer azt mondom, hogy szerencse a szerencsétlenségbe, hogy csak ilyen mértékű a kár, mert hogyha az ott lévő gépeink, vagy a, a, a fixen telepített gépsorunk sérült volna, akár több százmillióra is rukhatna ez a kár. Volt már egyébként igaz, az, amikor itt igen, igen. volt. Igen, 5 évvel ezelőtt volt egy ilyen, akkor a gépeink is sérültek, akkor még volt rá biztosítás, akkor a sikerült is biztosításból helyreállítani. Ilyenkor nyilván az ember azon gondolkodik, hogy ha nem is megérőszető, de, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy még ennyi se legyen. Lehet valamit tenni, vagy ez benne van a pakli, ez egy ilyen veszélyes é. üzem. Én úgy gondolom, hogy a nagy számok törvény alapján sajnos benne van a pakliba. Aznap, hogyha valaki nézte az egy tudósításait, három tűzes volt, Ebből kettő hulladékkezelőben történt. Tehát ez egy meleg, korati, meleg tavaszi nap volt, valószínűleg ennek is betudható. Ezzel a lomtalanítási hulladékkal gyűlt meg a, a bajunk a legutóbbi alkalommal is. A jövőre nézve ezt mindenképpen kiemelten teljesen más technológiával fogjuk kezelni, mint a vegyes lakossági hulladék. Hamar szét kell szedni? Mi hamarabb, én úgy gondolom, hogy le kellene ezt darálnunk, és a hulladék lerakó depóniába elhelyezni és földelni minél hamarabb, hogy oxigénnek kaphasson. Kicsit a témával fejezzük az ébe a beszélgetést. Nemrég találkoztunk, akkor ugye a szelektív szombatot harangoztuk be, azóta megtörtént ez a program. Milyen sikerrel zárult? Jó volt? Én úgy gondolom, hogy aki, aki részt vett rajta, az mindenki jól érezte magát, egy nagyon kiváló tavaszi napsütéses napunk volt, talán még túlnapos is volt. Körülbelül olyan 350-en váltottak, azt mondom, hogy menetjegyet, tehát aki végcsinálták a feladatokat, voltak vidám előadások, és úgy gondolom, hogy a, a záró koncert is rengeteg embernek elnyerte a tetszését. A nyár ugye most kezdődik igazából vakáció, van-e valami olyan feladat, akár a cég tekintetében, akár a Ügyfelek tekintetében, ami a nyára vonatkozik, és fontos tudni, fontos elmondani. Hát, speciális nyári dolog nincsen, ugye, ahogy mondani szoktam, mi a 7-5 napján, legalább 5 napján mindenképpen megyünk, a kollégák is. Annyi, hogy most ö, pünköst hétfő, ugye, pirosbetűs ünnepként szabadnap lesz a legtöbb ember számára, de mi a megszokott menetrend szerint megyünk ezen a napon is, és kérünk mindenkit, hogy ö, a szokott időben 6 órától helyezze ki a hulladékgyűjtő edényeket, illetve a környezetvédelmi világnap alkalmából június 4-én a Nyiregyházi Korányi, Frigyes utcai, illetve a Kerék utcai hulladékudvarunkba, aki megfelelően szelektált, szelektív hulladékot hoz be, az jelképes ajándékban részesül. Régen, év, vagy korábban ilyen vásárlási utalványokat kaphattak. Most is hasonló lesz? Most inkább ilyen PR cikkek lesznek. No, hát remélem, hogy sokan, sokan ellátogatnak majd oda. Köszönöm szépen igazgató, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma a 35 perc a műsor, a legközelebb pünköst hétfőn találkozhatnak, amikor szó esik többek között Tokajról és az induló strand szezonról is. Várjuk Önöket akkor is viszontlátásra!